Anya, apa, mikor ezt olvassátok, én már halott vagyok. Az internet egy zaklatás áldozata lettem. Az egész egy üzenetváltással kezdődött néhány hónapja. Szia! Szia! Hallottam rólad, nyugi, csak jókat. Mégis mit akarsz? Miért jelöltél be? Hát, a sok jó hír után, amiket rólad meséltek, jobban meg akarlak ismerni. Te pontosan ki vagy? Honnan ismerhetlek? Apukád egyik barátja vagyok, rendben, de akkor miért kifejezetten én érdekellek? Ez a beszélgetés túl hosszúnak ígérkezik ahhoz, hogy így és itt vitassuk meg a dolgokat. Adj egy címet és egy időpontot, és érted megyek. Hát, nem is tudom. Rendben, legyen. Címem Diófa utca 81, gyere értem 15 órára holnap. Ekkor már gyanakodhattam volna. Nem tettem. Naív voltam. Találkoztunk. Apa ismerőseit inkább arcról ismertem, mint sem névről. De ő egyáltalán nem volt ismerős. De ekkor már ott ültem az autójában, és elindultunk. Közeledni kezdett felém, nem értettem, hogy ez bűncselekmény. Egyre többet akart, ahányszor találkoztunk. Én nem akartam. Ő megtette. Ezek után pár hétig nem hallottam róla. Egyik nap, mikor éppen iskolába indultam, ő ott állt a kapu előtt a kocsival. Elindultam abban a hídben, hogy talán el tudok menekülni. Elkapott, berángatott a kocsiába, majd újra megtette. Ez pár hétig minden hétfőn folytatódott. Nem bírtam. Így véget vetettem az életemnek. Ne aggódjatok értem, már sokkal jobb helyen vagyok, mint ez a romlott világ. Az internet. Egy dolog, mely megváltoztatta az emberiség életét. Sokan függenek tőle, míg mások csak szórakozásra használják fel. Ha ez összeomlana, akkor az emberiség történetének legnagyobb gazdasági válsága következne be. Mivel ezen intézhetjük könnyedén pénzügyeinket, illetve online vásárlásainkat. De sok pozitív tulajdonsága mellett azért sok negatív dolog is van, ami a világháló létrejötte nélkül nem létezne. És az lenne a jobb, legfőképp a fiatalok számára, ugyanis ők rengeteg negatív tulajdonságát tapasztalják nap mint nap az internetnek. Például az internetes zaklatás. Olykor a gyerek fél szólni erről bárkinek is. Inkább megtesz mindent a zaklatónak, abban a tévhitben, hogy majd abba hagyja. Mások abba a csapdába esnek bele, hogy megadják adataikat egy idegennek, megosztják egy közösségi oldalon a profiljuknál. Az utóbbi esetre kíván megoldást nyújtani a még fejlesztés alatt álló kontroll alkalmazás. Ez a jövőben nagy eséllyel létrejövő program a következőkre lenne képes. Felismeri azt a betű és számkombinációt mindegyik weboldalon, ami a gyermek adatait takarja. Ezt odáig elküldhetetlenné teszi, amíg a szülő jóvá nem hagyja az elküldést. Vagyis e-mailt küld a szülő által megadott e-mail címre, melyben a szülőnek jóvá kell hagynia, hogy a gyerek egyszer elküldhesse a felhasználónak az adatot, ami kódolva van. A közösségi oldalakon a titkosított adatokat a program elérhetetlenné teszi a többi felhasználó részére. Helyette egy link fog ott szerepelni, melyen jóváhagyási kérelmet küldhet a személy a kiskorú felhasználó szüleinek vagy a megadott felhasználónak, aki felelősséget vállal a gyerekért. Az alkalmazás okostelefonról is használható. Annak a felhasználónak, akinek a gyerek az adatait meg akarja adni, a fiókját és fiúk tevékenységét egy évig figyeli az applikáció, és ha észleli az adott betű és számkombinációt, akkor értesítést küld a szülőnek, illetve a felhasználó tartózkodási helyét, és lenyomozza, ha az opciót kiválasztják. Ez egy újabb lépés lehetne a biztonságos internet használat irányába.